Hamisított uniós védettségi igazolványokkal üzletelő hálózatot lepleztek le Romániában. Egy bukaresti oltóközpont pénzért biztosított koronavírus elleni védettséget igazoló uniós digitális zöld igazolványt olyan személyeknek, akik nem oltatták be magukat. A technika lényege az volt, hogy a Negidita központ munkatársai az oltást kapó ügyfeleik egy részét nem jelentették le az állami adatbázisba, a központi rendszerből számukra megküldött kártyákat pedig azon személyek nevére állították ki, akik ezért fizettek. Kártyánként 150 eurót. Úgy derült ki az ügy, hogy állampolgári bejelentéseket kaptunk, amelyek alapján megnéztük az autóközpontbeli és az állami adatbázist, és eltéréseket találtunk. Ez augusztus elején történt. Azonnal értesítettük a rendőrséget. Az egészségügyi hatóságok büntető feljelentést tettek a bűnszervezet ellen, a rendőrség a központot bezárta, 180 embert hallgattak ki a bűnügyben. Mintegy 400 hamis védettség került így forgalomba az elmúlt hónapokban Romániában, ahol a koronavírus járvány negyedik hulláma éppen drasztikusan emelkedik, a lakosság kétharmada pedig nincs beoltva.